Maja Lönde, Hónővér, hatodik fejezet. Másnap reggeli után azonnal át siettem Hedvigékhez. vett, amikor megérkeztem. Egy hólabdát görketett a kertben, és az lassan akkora hogy már meg se bírta mozdítani. Csak akkor hallotta meg a hangomat, amikor megálltam mellette a fehér deszka kerítés túloldalán. Ha-hó, szólítottam meg. Megfordult és úgy mosolygott, hogy az összes első foga kilátszott. Ezek szerint eljöttél, állapította meg. Igen, mondtam, úgy tűnik. Na hát, hogy eljöttél. Nem is nagyon hittem benne, sőt, egyáltalán nem. Úgy értem, persze reméltem, nagyon szorítottam, hogy gyere, és a kezemet összetéve álmogyogtam egy imácskát, de nem mertem elhinni, nem, mert túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Lassan már letettem róla. Lassan. Nincs ki erre nyerekbe pattan, jegyeztem meg. Erre felnevetett, aztán biccentett egyet a hólabda felé. Segíts, nem bírom egy méterrel sem arrébb tolni. Kinyitottam a kaput, és besiettem Hedvighez. Együtt a szigáltuk tovább a hólabdát, a mély hóban, és méterről méterre nagyobbra nőtt. Végül már egy milliméterrel sem bírtuk arrébb mozdítani, pedig ketten veselkedtünk neki. Úgy tűnik, ez már nem lesz nagyobb, mondta Hedvig, de így is elég lesz. Igen, helyeseltem. Elég, de mire? Hát nem is tudom, szerinted. Építhetnénk hóembert. Van bent egy répánk, meg egy régi kalap, amit használhatnánk, és talán pipát is találok, de a hóember olyan hétköznapi dolog, nem? Biztosan ki tudunk találni valami mást. Mondjuk egy hóasszonyt. Az már valamivel különlegesebb vagy egy húgyereket. Egy négy kézlem mászó óriás bébit, az már valami, vagy egy öreg asszonyt, egy zsímbes öreg nénit, vagy egy engedetlen unokatestvért, vagy egy nővért vetettem fel. Egyszer csak kiszaladt a számom. Egy hú nővér, ismételte meg Hedvig. Nem is mond az butaságot, Noel. De persze nem muszáj, viszakoztam. Egy zsémbes öreg néni, talán viccesebb lenne. Nem, tiltakozott Hedvig. Egy nővért építsünk, egy nagy hú nővért. Mindig is szerettem volna egy nővért. Nagyon szeretem a bátyámat, de egész életemben vágytam egy nővérre is. És most valóra válhatna. Legalább hóból. Így hát megépítettük a nővért. A hó nedves volt, könnyen formálható, és Hedvig ügyes bizonyult. Összegörgettünk egy kisebb labdát, és rátettük a nagyra, majd egy még kisebbet készítettünk a tetejére. Aztán vállakat és karokat gyúrtunk neki. A legalsó nagy hógolyóra szoknyát formáztunk. Szépen kialtozott, állapította meg Hedvig. Karácsonyra! Hóból hosszú haját is csináltunk a nővérnek, orrot ragasztottunk neki, és apró dobozokból sötét szemet is kapott. Végül Hedvig fenyüggaljakból csokrot kötött neki, és belerakta a hó kezébe. Ezek itt rózsák, mondta. Egy ilyen nagy nővér nyilván rózsát szeretne karácsonyra, ugye? Igen, helyeseltem. Mást nem bírtam kinyögni. Nem tudom, hogy történt, de a hónővér dzsunóra hasonlított. Olyan magas volt, mint ő. A haja is olyan hosszú, és különös módon az álla formája is pont olyan volt, mint az övé. Lehúnytam a szemem. Bár csak, bárcsak Juno állna ott, amikor kinyitnám. Elevenen. Gyorsan kinyitottam a szememet. No, el, ez szamár, ez csak hó. Hó hedvigék kertjéből, tobozokkal meg gajakkal, semmi más. Elszorult a torkom elfordultam. Hedvig a karomra tette a kezét. Valami baj van, Noël? Nem, feleltem, dehogy is. Hoztam fürkészet, de nem mertem a szemébe nézni. Attól feltem, hogy elsírom magam. Másfelé néztem a hóra, a fákra, a semmibe. Hedvig még mindig nem vette el a kezét. Emlékeztet valakire? kérdezte halkam. Végre felmertem pillantani. Hedvig engem nézett a szürke kedves szemével. Bólintottam. És kire? kérdezte Hedvig. Volt egy nővérem. Feleltem. Idén nyáron halt meg. Közvetlenül a születésnapja előtt. 16 éves lett volna. A kertben feltámadt a szél, Hedvig szeme elhomályosult, de nem tudtam eldönteni, hogy a szél tőle vagy amiatt, amit mondtam. Egyszer csak odahajolt, és gyorsan, finoman megölelt. Nem szólt semmit, mintha azt várná, hogy folytassam. És úgy éreztem, megtehetem. Hedvig olyan ember, akinek el lehet mondani dolgokat. De képtelen voltam rá. Attól feltem, hogy elkezdek bőgni, és egy szó sem jön ki a torkomon. Kinyújtottam a kezem, és megszorítottam Hedvig karját, hogy érezze. Örülök annak, hogy ott van mellettem. Úgy tűnt, megérti, hogy most nem tudok ennél többet mondani, mert rám mosolygott, aztán meg dörzsölgetni kezdte a karját. Fázom, és éhes is vagyok. Úgy érzem, mintha ötven éve nem, let, nem ettem volna. Ugye azt ígértem, tojás sütök neked, hát nem megyünk be? De feleltem, köszönöm. Miután levettem a hideg nedves havas ruhámat, és éreztem Hedvigék házának melegét, szerencsére a szorító érzés is eltűnt a torkomból. A gajvilla még hangulatosabb volt, mint amire emlékeztem. Ezúttal az előszobából nyíló összes ajtó nyitva állt, mintha a szobák üdvözölnének bennünket. Elm a házban teljes csend uralkodott. Ma is egyedül vagy itthon, tudakoltam. Elmentek bevásárolni, a bátyám meg biztos jelzik éppen. Ó, ha itt maradsz még egy darabig, találkozhatsz velük, hadarta Hedvig. Hát, feleltem, és elindultam a konyha felé. Egyébként segítsek elkészíteni a tojást? Tűkör tojás sütni akarsz segíteni, kérdezett vissza. Na, ilyet még nem hallottam. A nappali felé mutatott. Nem, ő csak le egy pillanat és elkészül. Feltelepettem a nagy kanapéra a sok párna közé, és valóban úgy éreztem magam, mintha egy idős hölgy puha ölében ülnék. A cserépkájhában égett a tűz, oda nyújtottam a lábamat, és éreztem, hogy kívül belül átjár a meleg. Nem sokára tükörtojás és szalonna illata áradt be a konyhából, és összefutott a nyál a számban. Apró meleg golyóvá guboztam össze, és abban a pillanatban észrevettem valamit az ablakon túl. Egy férfi állt a kert kapunál, és befelé nézett. Elég idős volt, mint egy nagypapa, hosszú ősszakállal. De egyáltalán nem tűnt nagypapásan kedvesnek. Furcsa tekintettel merett a gaj villára, dülátszott rajta. Vagy szomorúság, vagy talán mindkettő. Felálltam és közelebb léptem az ablakhoz. A vastag függöny mögé húzódtam, és őt figyeltem kezét habozva a kapura tette. Be akar jönni? Talán Hedvigék rokona? Reméltem, hogy nem, mert volt valami ijesztő abban a férfiban. A végtelen szomorúsága. Vagy a dühe. Akármi is volt. Ekkor benyitott a kapun, és lassan belépett a kertbe. Minden egyes lépésnél tétóázott. Mintha nem tudná eldönteni, hogy tovább menjen, vagy megforduljon. Kisiettem az előszobába, és beszóltam Hedvignek a konyhába. Hedvig, gyere, van itt valaki, vendéged jött. Jó, várj, már is jövök, van itt valaki, az nem lehet. Hedvignek mély barázdá jelent meg a homlokán. Nem tűnik valami szelídnek, jegyeztem meg. Együtt léptünk a nappali ablakához. Továbbra is úgy éreztem, hogy a függöny mögé kell bújnom, és a jelek szerint Hedvig is követte a példámat. Mindketten a vastag bársony függöny mögül kócskáltunk ki a kertbe. Hol van? kérdezte Hedvig. Nem tudom, feleltem. Az előbb még ott állt. Hol? akarta tudni Hedvig. Bejött a kapun és besétált a kertbe. Kibámultunk a hóba, a bejárati ajtóhoz vezető ösvényre, de nem volt ott senki. A férfi eltűnt. Hedvig felén fordult. Csak hülyéskedsz? Nem, Okoztam. Becsület szavamra az előbb még ott volt egy férfi. Van nagyapád, vagy ilyesmi? Nem, felelte Hedvig. Már régen meghaltak. Esetleg egy idős nagybácsi? Nem tudok róla. Vagy talán... Felejtsd el azt az öreg ember, mondta Hedvig. Oda ég a tojás. Azzal visszaszaladt a konyhába. Ott maradtam az ablaknál, a kert teli volt Hedvig lábnyomaival, meg az enyémmel. Az ösvényen is le volt járva a hó. Nem lehetett jól látni, hogy a férfi is ott ment el. Hirtelen megborzongtam. Lehet, hogy nem is járt ott. Sőt, talán egyáltalán nem is volt ott.